Hello, sziasztok! Remélem, jól vagytok. Ma, mivel nagyon sokan mondtátok, hogy csináljak ilyen francia receptet, ma ilyen bœuf bourguignont fogunk csinálni. Ez csak magyarul lesz, és hát majd mondok benne ilyen francia dolgokat, hogy mit, hogy kell mondani franciául, de ez főleg a főzésről fog szólni. Oké? Okay? És ehhez a bœuf bourguignonhoz Bourguignon. Készüljetek fel 2 órás főzésre! Azt is tudni kell, hogy a francia cuisine-be, la cuisine française, csak és kivételesen igazi dolgokat használunk. Ami azt jelenti, hogy én csak bio dolgokat szoktam használni, eleve, mindig, minden nap. 2, hogy igazi vaj, szóval nem margarin, meg mit tudom én, vaj. Igazi olívaolaj, szóval nem olyan napraforgóolaj, vagy mit tudom én, olívaolaj. Aztán szalonna is kell, és itt, ahol most én vagyok, nem találtam olyan nagyon zsíros szalonnát, pedig az lenne a legjobb. Szóval ilyen nagyon húsos szalonnám van, sajnos, és a zsír adja az ízét az ételnek, de mindegy. Tudom, hogy Magyarországon vannak olyan nagyon finom zsíros szalonnák, és azt kell használni, nem azt, amit én fogok használni. Oké? Okay? Szóval itt van körülbelül, hogy mit fogunk belerakni a bœuf bourguignonba, szóval bœuf, champignon, lardon, ami, ahogy mondtam, nem elég zsíros, sokkal több zsír kéne rajta. Sel, só. Vin rouge, vörösbor. Huile d'olive, purée de tomate, szóval paradicsom szósz, de úgy, hogy csak paradicsom legyen benne. Beurre, pomme de terre, fenouil, carotte. Az a legjobb, hogyha mindenféle színű répa van, de nekem most pont nincs, mert különben rakok bele ilyen sárgát is, narancssárgát is, piros répát is, meg mindenféle színű, de nincs. Branche de céleri, oignon rouge, petits oignons. Szóval normálisan ilyen nagyon pici kerek hagymák kellenek hozzá. Ez a nagyon pici, ami így néz ki, és ami nekem pont nincs. Ajj! Szóval a húst kisebb darabokra vágtam. 1,5 kiló kéne, nekem csak 1 kilóm van, de nem baj, ez lesz. És a szalonnából is levágtam egy jó vastag darabot, hogy egy kicsit több legyen, mivel nincs elég hús, és ezt is ilyen 1 centis darabokra fogom vágni körülbelül. A hagymákat megpucoltam, a gombákat megmostam, és így megszárítottam. Donc j'ai épluché les oignons, épluché, megpucolni. J'ai lavé, megmostam, les champignons, et je les ai égouttés, és megszárítottam őket, vagyis lecsöpögtettem őket, úgy mondják. Égouttés. J'ai également lavé les carottes, le céleri et les carottes blanches, le panais. Szóval a répákat is, a fehér répát, a sárga répát, meg a sarzellert, azt úgy hívják, ugye? Nem vagyok benne biztos. Azt is megmostam. Fehér répát úgy hívják franciaul, hogy pané, és a sárga répa. Szóval mindent megmostam. J'ai tout lavé. 4 felé vágtam a gombákat. Donc j'ai coupé les champignons en 4. J'ai coupé les champignons en 4. Szóval így. Les champignons sont coupés en 4. Összevágtam
a szalonnát és a bőrét megtartottam, mert azt is majd bele fogjuk rakni, csak az íz kedvéért. Donc j'ai coupé les lardons en dés. Rakhatok bele velőt is, mert az finomabb, mondjuk szerintem, de nekem nincs velőm, úgyhogy nem lesz benne. Franciául a velő, azt úgy hívják, hogy os à moelle. Os à moelle. Os à moelle. Bekapcsolom maximumra a tüzet, és rakok bele olívaolajat, sokat. Így jó. Megvárom, amíg felmelegszik az olívaolaj, és egy kicsit füstöl, és csak akkor rakom rá a húst. Füstöl az olaj, belerakom a húst. Akarjuk most így egy pár perc múlva, miután egy kicsit megpirítottuk a húst, bele lehet rakni a velőcsontokat. Azok körülbelül 5-10 percet fognak benne maradni. Addig, amíg fő a hús, addig összevágtam a hagymákat ilyen kis kockákra. Donc pendant que la viande cuit, j'ai coupé mes oignons en dés. J'ai coupé, összevágtam, mes oignons, az én hagymáimat, en dés, kis kockákra. És megpucoltam a fokhagymát, és j'ai épluché l'ail. Épluché l'ail. Épluché, megpucolni. A fokhagymát így össze fogom nyomni egy késsel, utána összevagdosni. Donc, je vais écraser l'ail, összenyomni, écraser l'ail, et je vais le couper finement, és összevagdosom ilyen vékonyra. Et je réserve l'ail sur les oignons. Szóval félre rakom a fokhagymát a hagymákra. Réserver. Rézervé, az félre rakni a konyhai szótárba. A velőcsontokat ki kéne most venni és egy nagyobb tálba rakni, addig is meg kell sózni és borsozni a húst. Most rá lehet rakni a hagymát meg a fokhagymát. Donc là on peut rajouter les oignons et l'ail. És mindig magas hőmérsékleten van. Összekeverjük. Toujours à feu vif. Feu vif, ez amikor nagyon magas hőmérsékleten van a tűz. Feu vif. Most rakunk bele 2 cuillères à soupe de farine. 2 evőkanál lisztet. Et on remue. És összekeverjük. Remuer, azt szokták mondani a konyhába. On déglace au vin rouge. Az azt jelenti, hogy most rakjuk rá a vörös bort. 1 litert. Déglacé au vin rouge. Déglacé, amikor valami folyékonyat raktok valami olyanba, ami tűzforró volt. Azt úgy hívják, hogy déglacé franciául. Déglacé au vin rouge. Szóval vörös borral déglacéztuk. Nem tudom, hogy ez magyarul van-e, ehhez egy valamilyen szó. Le kell vakarni egy kicsit az alját, és utána, amikor levakartuk az alját, akkor belerakjuk egy nagyobb edénybe. Je gratte le fond. Gratter le fond, az levakarni az alját. Je gratte le fond. Beleöntöttem a nagyobb edénybe. Je l'ai versé dans la casserole plus grande. Raktam hozzá egy kis vizet, mert nekem nincs fond de bœuf. Fond de bœuf az a marha lé. Tudjátok, mint amikor csinálunk levest. Ezt normálisan azzal kéne még így kimosni, úgy mondva, mert ez belemegy az ételbe nyilván. De nekem nincs fond de bœuf, szóval ezt én csak vízzel csinálom. Tudom, hogy lehet ezekkel a kockákkal csinálni, ezekkel a izékockákkal, de én olyat nem szoktam használni. Szóval ezt így. Lekaparom, és beleöntöm a többibe. Kis tűzre rakom, je baisse le feu,
És hozzáadok egy fél liter ilyen paradicsomot, ami össze van így préselve. Et j'ajoute un demi-litre, egy fél liter, de tomate broyée. Így összepréselt paradicsomot. Et je baisse le feu, szóval kis tűzön főzöm. Itt is hozzá kell adni ezt a fond de bœuf, szóval ez a pagykockás víz, vagy akár marhalevesből is lehet hozzáadni. Nekem nincs se levesem, se olyan kockám, mivel nem használok, ahogy mondtam. Szóval én vizet rakok hozzá, körülbelül így ennyit. Itt kéne hozzáadni egy bouquet garni. Bouquet garni az, amikor így bele rakunk egy póré hagyma, ilyen ekkora darab külsejébe. Du thym. Azt ide írom, hogy az mi magyarul. Du laurier. Du basilic. Roulé. Szóval belegurulva. Dans un morceau de feuille, dans une petite feuille de poireau. Szóval így kéne, hogy kinézzen, és összefogjuk. De nekem nincs póréhagymám, szóval így fogom belerakni a dolgokat, aztán majd kihalászom belőle. Nincs friss bazsilikumom se, úgyhogy olyan bazsilikumot fogok belerakni, amit olajba szoktam tartani a hűtőbe. Ami friss volt, csak hát olajban tartott. Így néz ki a bazsilikumom. Olaj és sóban tartom a hűtőbe. Finom különben. Friss volt, én csináltam a kertbe. És ezt fogok belerakni. Ennyi bazsilikumot rakok rá. Így. Négy babérlevél. 4 feuilles de laurier, du thym. Szóval ezt, ahogy mondom, majd ki kell, hogy halásszam belőle ezeket. És belerakom a szalonnának a bőrét is, amit majd ki fogok szedni nyilván ezt is. És most ennek kell még mostantól kezdve egy órát főzni, utána plusz még egy órát. De most ez egy órát fog így főni. Ameddig az fő, addig így csináljuk a további dolgokat. Megint olívaolaj. Elég. Megvárjuk, hogy felmelegedjen. Mivel nekem nincs ilyen sok ilyen pici hagymám, így ezeket a hagymákat csak így négy felé vágtam, mert egyszerűen nincs, úgyhogy ez van. Most belerakom a forró olajba a szalonnát. J'ai mis dans l'huile chaude les petits lardons. Les lardons, az a szalonna, lardon. Et là-dessus, on rajoute les oignons. Szóval erre ráraktuk a hagymákat. Les oignons. Et les champignons. És a gombákat. Amikor így megpirult minden, donc quand tout est doré, a doré szín, az az arany szín. Doré. Franciául azt mondjuk, hogy amikor arany színű, akkor doré, akkor kész, akkor megpirult. Akkor félre rakjuk. Szóval félre rakom. Félre raktam, és megint most vízzel, on vient déglacer. Avec de l'eau. Szóval most vízzel így leöblítjük. Így. Déglacer avec de l'eau. És ezt szépen ráöntjük erre. Hoppá. Így. Fantasztikus. És ezt most egy kicsit félre rakjuk, és később rárakjuk az egészre, de most még nem. J'ai coupé les carottes, összevágtam a répákat, j'ai coupé les carottes. Négybe vágtam ezt is, a fenouil, szóval fenouil, levágtam az alját, levágtam a felsejét, így ezt, így, és utána így négybe vágtam.
Ezek a fehérrépák, ez a zeller. Szóval ezt is négybe fogom vágni, és mindjárt főzzük őket. Megpucoltam a krumplit, j'ai épluché les pommes de terre, és ezt hideg vízbe belerakjuk, és felrakjuk főni. Donc on met dans l'eau froide, on met dans de l'eau froide, et on fait cuire. És on fait bouillir de l'eau, felrakunk vizet főni, hogy forró vízbe rakjuk a fenouillet. Donc on met le fenouil dans l'eau chaude. Egy kis sót rakok a vízbe, és már is mehet bele a fenouil. Donc j'ai mis un peu de sel, et on met le fenouil. Le fenouil va cuire 10 à 15 minutes. Szóval a fenouil 10-15 percet fog főni. Et on met du sel dans l'eau des pommes de terre. Szóval megsózzuk a krumplit is. Egy kis kurkumát, szóval un petit peu de curcuma, une pointe de couteau, szóval egy késhegy kurkumát, belerakok a krumpliba, ez csak a szín kedvéért. C'est juste pour la couleur. És lefedem. A répát is megfőzzük egy kicsit. On va faire revenir les carottes avec le céleri, a zellerrel. Meg kell borsozni. Meg kell sózni. Amikor már egy kicsit megpirítottuk a répákat, rárakunk vizet, és 5 percig úgy fogjuk főzni, hogy letakarva. Szóval, une fois que les carottes sont dorées, on va déglacer avec de l'eau, couvrir et cuire 5 minutes. Szóval most itt tartunk, ez is fő, és ez is fő. Donc il y a tout qui cuit, minden fő. Miután egy órát főtt a hús, belerakjuk ezt. Donc une fois que ça a cuit, une heure, on rajoute la garniture. És most még fog főni egy órát. Et maintenant, ça va cuire encore une heure. Ki kell venni belőle ezt a bört. Donc il faut enlever la couenne. Ezt úgy hívják, hogy la couenne. Ah, ha el tudom kapni. Nem akar kijönni, benne akar maradni. La couenne, kivettük, és ki lehet venni a babérleveleket is, meg a ezeket is. Donc on peut enlever le thym. Szóval normálisan ez egy buke garni kéne, hogy legyen, de hát, ahogy mondtam nektek, nem volt izém. És a babér leveleket is ki fogom halászni valahogy. És így kell még följön egy órán keresztül. Ça doit encore cuire une heure, egy óra. Mert a hús, parce que la viande est encore dure, még kemény. Látjátok, a hús még így kemény. Látszik rajta. La viande est encore dure. Ahogy látjátok, levettem róla mindent. Megnézzük a répát. Hát ez már szépen megfőtt, mondjuk van amelyik még nem. Rakunk rá vajat. Donc on rajoute du beurre. Vajat. Du beurre. Így, egy szép nagy darabot. És hagyjuk még főni egy kicsit.
Et on le laisse cuire encore un peu. Mert van, amelyik már kész, de van, amelyik még, amelyik nagyon vastag, az még nem teljesen kész. Szóval ez a fönúj, ez 15 perc alatt megfőtt. Kivesszük, hideg vízbe rakjuk. Rögtön hideg vízbe. Most hideg vízbe egy kicsit lehűl, utána leöntjük róla a hideg vizet, és csináljuk tovább. Rakok rá egy nagy darab vajat. Így. Amíg ez elolvad, addig leöntjük erről a hideg vizet. A répát megint megnézem. Nagyon szép, nagyon szép. Beleszúrunk. Hát most már ez is lassan kész, úgyhogy leállítom, és így fedőt rajta hagyom, és így hagyom. Kikapcsolom. Itt van a vaj, hozzáadunk olívaolajat is. Vaj plusz olívaolaj, és erre rakjuk ezeket a fönújjokat. Fönúj. És így szépen megpirítjuk. Et nous allons les faire dorer. Nézzük meg a krumplit. A krumpli megfőtt. Úgyhogy ki lehet kapcsolni. Kivesszük őket, és félre rakjuk rá a répákra. Donc on va les réserver, emlékezzetek erre a szóra, ez azt jelenti, hogy félre rakjuk. És látjátok, ez a kürtyüma, ez csak azt csinálta, hogy ilyen sárgább lettek a krumpli. Ez csak a színkedvéért van. Kicsit összekeverjük, aztán ez így marad, és így vár, amíg kész lesz a többi. Húha, ez már egy kicsit túlságosan magas tűzön csinálom, szerintem. Kicsit lejjebb raktam a hőmérsékletet, mert hát nem kell leégetni, csak megpirítani. Aztán ez már majdnem égett. Szóval ez így nem fantasztikus. Na jó. Szóval ezek is úgy meg vannak pirítva. Úgyhogy ez is így jó lesz. Ki is kapcsolom. Na szóval, 2 órája hagy fő minden, főleg a hús, úgyhogy most lehet tálalni. Rakunk oda répákat, ide-oda-moda. Ilyen répát, olyan répát. Egy kis zellert. Rakunk hozzá krumplit, meg egy-két ilyen szép ilyen fönújt. Utána szósszal leöntjük. És lehet tálalni a bœuf bourguignont. Lehetne rárakni petrezselymet, de nekem nincs, úgyhogy sajnos nem néz ki olyan jól petrezselyem nélkül. De mindegy, azért nagyon finom lesz. Jó étvágyat! Bon appétit! Nem sokára találkozunk egy másik videó. Sziasztok!